A köhét, azaz középiskolások hete a Szegedhez kötődő fiatalok éves kulturális eseménye, amelyet 2022. május 30 és június 3 között két év kényszerszünet után immár hetedik alkalommal rendeznek meg. Az ötnapos eseménysorozat megnyitó alkalmának a Belvárosi Mozi Balázs Béla terme adott otthont, ahol elsőként a Király Kabóca gitárzenekar előadását hallgathatták meg az érdeklődők. A zenekar 2015-ben alakult szegedi általános iskolásokból és középiskolásokból. A klasszikus gitárosokhoz fuvolisták is csatlakoztak. Átiratokat és klasszikus darabokat játszanak. A zenekar vezetője Jó Gabriella gitártanár. Az 1990-es évek középiskolás művészeti heteit újraélesztő programsorozat célja a találkozás és a szereplési lehetőség biztosítása fiúknak és lányoknak, fiatalabbaknak és idősebbeknek, kezdőknek és haladóknak. A köhét szervezésében több iskolával közösen a kezdetektől fogva részt vesz a D2 ifjúsági központ. Én 4,5 éve vagyok önkéntes a D2-ben, és az Agórában találkoztam velük egy pályaválasztási vásáron, ahol nagyon megfogtak, mert akkor éppen nagyon érdekelt engem a média. Régebben volt ugye média műhely, most még mai napig tart, főként online formában, és különböző podcastokat is készítenek, és van egy honlap is, ahol cikkek szoktak menni különböző témákban, terjedelemmel. És azért ajánlom, mert egy iskola utáni nagyon jó szabadidő elfoglaltság, hogyha úgy érzed, hogy nagyon nem az, hogy nem elfoglalt, vagy hanem, hogyha nagyon sok esetleg a szabadidőd, vagy hogyha így valahova csak így beülnél, arra is egy tökéletes hely. A fő sajátossága a rendezvénynek, hogy 5 különböző helyszínen szoktuk megtartani az 5 különböző napot, és ott pedig különböző tematikus foglal, tehát hogy mindegyiknek van egy ilyen témája, hogy aznap éppen az egy milyen szekciót képvisel az a nap. A hétfő ugye általában megnyitó, és akkor fellépés, vagy zene, vagy tánc produkciókat szoktak előadni, meg egy konferálás, a szervezethez kapcsolódó embereknek egy ilyen beszéde. Még a 2 év után, a pandémiás helyzet után köhétnek újra lehetősége van egy személyes találkozóra, és olyan programokat nyújtanak nektek, amelyeket szerintem érdemes mindenkinek végigjárni ez alatt az 5 nap alatt, akár van moziba, akár holnap a D2-be, vagy a Somogyi könyvtárba. Az idei köhét témájának a környezettudatos életmódot, a fenntartható fejlődést és az örömet választották a szervezők. Hasonló témakörökben mozgatta meg a fiatalokat a Zöld Lakadémia elnevezésű projekt is, amelynek záró eseményére szintén itt a megnyitón került sor. A Zöld Lakadémia projekt egy szolidaritási projekt által jött létre, igazából így többen összedugtuk a fejünket, ugye ez ilyen fiataloknak ad lehetőséget, hogyha van valami projekt ötletük, akkor ezt így megvalósíthassák. A feltétele az volt, hogy kell lennie 5-18 és 30 év közötti fiatalnak, akik pályáznak erre a szolidaritásira. Igazából kitaláltuk, hát próbáltuk gondolkozni, és így nagyon ez egy kicsit ilyen zéróvésztes irányba, vagy ez mostanában elég nagy probléma szokott lenni, csak hogy mit akarunk ezen belül, és akkor jöttek, hogy én inkább ilyen kreatív szellemiségű ember vagyok, hogy akkor én szoktam ilyen újraalkotni dolgokat, ami például egy konzervdoboz, vagy kupak, vagy akármi, akkor ezt is beleraktuk. Akkor most egyre elterjedtebb a mindenki inkább a természetesebb irányba megy naturkozmetikon terén, akkor ezt is így ötvöztük, akkor ugye ételbe is próbáltuk, hogy nagyon sokan, hát eléggé egészségtelenül étkeznek, meg nagyon sokan kidobnak ételt, és akkor ezt próbáltuk egy kicsit úgy feldobni, hogy esetleg hogy lehetne, ugye a mozgás is fontos szerepet játszott a
mindennapjainkban, meg ugye a kertészkedést is, hogy ugye vagyunk egy páran, akik így, ha nincs is magánháza, de ott a kis erkélyen, hogy esetleg minket lehet, és akkor ezt a dolgot így összegyúrtuk egy ilyen nagy projektbe, megírtuk, pályáztunk rá, és akkor nagy meglepetésünkre nyert a pályázat. Ez tavaly szeptemberben indult, és most azért kapcsolódik a köhéthez, mert most van a zárás a projektnek, és akkor úgy gondoltuk, hogy akkor így a köhét keretében akkor megejtünk egy ilyen záró napot is, egy ilyen összefoglaló videóval is készültünk majd, amit meg lehet nézni. Nagyon érdekes volt, nagyon sok mindent tanultunk, próbáltunk. Az első workshopot ezt én vezettem, de többinél próbáltunk mindenféle szakembert így bevonni. A fiatalok élvezték, sokat tanultunk. Volt, amit így a továbbiakban is hasznosítunk, és bízunk benne, hogy a jövőben minél több emberhez eljut. Azért készítettünk videókat, podcastot, hogy hát ha meghallgatják, megnézik és kedvet kapnak hozzá. A keddi napon a társasjátékoké volt a főszerep, szerdán képregény és robotika, csütörtökön játékos vetélkedők, pénteken pedig koncertek várják a fiatalokat.